Naponta 540 lakástakarékot nyitnak az országban általában 10 éves futamidőre, havi 20 ezer forintos befizetéssel, mondja a pénzügyi tanácsadó, aki szerint a lakástakarék több szempontból is a legnépszerűbb megtakarítási forma itthon. Az egyetlen olyan befektetési lehetőség, ami fix hozamot és 30%-os éves állami támogatás mellett egy 3%-os betéti kamatot nyújt az ügyfél számára. Nem utolsó sorban kamatadómentes. Egy háztartásban több családtag is köthet LTP-t, akár 3 4000 forinttól egészen 20000 forintos havi összegig. 2009 előtt volt lehetőség a 8 éves LTP-k szabad felhasználására, most már csak lakásvásárlás felújítás lakásszélú hitelek kiváltására fordítható. A jelenlegi állami támogatott lakáshitelekkel is jól kombinálható. De megfigyelhető volt az is a pénzügyi piacon, hogy az alacsony jegybanki alapkamat miatt már kevésbé a bankokban tartották megtakarított pénzüket az emberek, inkább ingatlant vásároltak, a lakásárak emelkednek, azok vásárlásához pedig az LTP-k is felhasználható. A lakástakarék pénztár ez egy akkora üzlet lett az elmúlt két évben, vagy két-három évben, hogy én azt gondolom, hogy a magyar állam nem szeretné azt a lehetőséget, vagy azt az üzleti lehetőséget, vagy üzleti potenciált kihagyni, vagy, vagy elveszíteni. És ezért a lakást, ezzel a nokkal a lakástakarik pénztáraknak egy konkurenciát kíván létrehozni. A lakástakarékot kedvezményes hitelekhez is fel lehet használni, a már megkötött szerződések után pedig jár az állami támogatás. A jogszabályt visszamenőleg nem lehet érvényesíteni, ezért a már megkötött lakástakarékpénztári szerződéseknek a szerződés végéig, vagy a futamidő végéig garantáltan jár a 30%-os állami támogatás. Itthon három pénzintézet és egy lakástakarékpénztári tevékenységre szakosodott hitelintézet nyújt segítséget lakásszélok megvalósítására. A jelenlegi kamatok mellett az egyik legjobb megtakarítási lehetőség az LTP, a NOK részletei még nem ismertek. Ha jobbak lesznek a feltételei, egy most megkötött LTP felmondható, és át lehet akár lépni, de akkor az eddigi befizetés után járó állami jóváírás elbukik.